Köszöntöm nézőinket, Önök a Hévízi Televízió adását látják május 4-én, kedden. Híradóval kezdünk, tartsanak velünk! Május 1-én nem csak Hévízváros születésnapját, de a tó újranyitását és ezzel együtt az élet újraindulását is ünnepeltük. Már a fürdő nyitásának első perceiben érkeztek a vendégek szombat reggel, ők már régóta várták ezt a napot. A sajtótájékoztatón elhangzott, a városvezetés arra számít, pünköstkor akár már teltház is lehet Hévízen. 145 napi szünet után kinyitott a hévízi gyógytó. Május 1-én nem csak Hévízváros születésnapját ünnepelhetjük, hiszen reggel megnyitott a kapuit a hévízi tófürdő is, miután pénteken elérte a beoltottak száma 4 milliót. A sajtótájékoztatón elhangzott, mérföldkő ez a város életében, hogy 145 nap után ismét fogadhat látogatókat a fürdő. Mindenki ezt a napot várta leginkább, hiszen szinte minden szolgáltató tevékenysége összefügg a fürdő vendégek érkezésével, immár több száz éve. Az érdeklődés Hévíz iránt óriási, a foglaltságok a különböző szálláshelyeken óriási, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt pünkösdi időszakra, ami gyakorlatilag még egy 2-3 hét, akár már egy teltházas városról is tudunk beszélni, az akkor éppen megfelelő szabályok szerint, mivel, ahogy említettem, az érdeklődés, illetve a foglaltságok nagyon nagyok a városban. Az érdeklődést az is jelezte, hogy már a nyitás előtti percekben várakoztak a belépésre. Az első 5 vendég ajándékcsomagot is kapott, a tófürdő vezetése így ünnepelte a vendégek visszatérését. Fitman József például Veszprémből érkezett reggel, hogy hosszú idő után végre újra megmártózhasson a hévízi tóban. Eléggé fájnak a lábai minden, úgyhogy nagyon hiányzott már, hogy tulajdonképpen már nyár vége óta nem is voltam itt. És azért jöttem el, és hát minden hónapban 2-3-szor el szoktam jönni ide. Mint a főigazgató elmondta, a tófürdő már startra készen várta a nyitást, ezért is tudtak azonnal reagálni. Mindent megtettek annak érdekében, hogy biztonságos környezetben fogadhassák a vendégeket. Nagyon-nagyon megviselt bennünket az üres tófürdő látványa, nem voltunk ehhez hozzászokva, és éppen ezért nagyon nagy öröm, hogy újra kinyithattunk és várhatjuk a vendégeket. Igyekeztünk maximális tisztasággal, rendel várni az ide látogatókat. Természetesen meghatároztuk azokat a szabályokat, amely mentén biztonságosan élvezhető a hévízi gyógytó. Meghatározták a belépők maximális létszámát, egyidejűleg 1200 fő tartózkodhat jelenleg a tófürdőn. Ezen kívül belépéskor fel kell mutatni a védettségi igazolványt, hőmérsékletmérésre és kézfertőtlenítésre is sor kerül, illetve a pihenő ágyakat is megfelelő távolságra helyezték el egymástól. A vendégek biztonságát szolgálva a tófürdő munkatársai maszkot hordanak. Jelenleg a gyógyászati szolgáltatások elérhetők, ám a Festetics fürdőház wellness részlege még nem nyitott ki. Új programmal jelentkezett a hétvégén a Vállalkozók Egyesülete. Első alkalommal szervezték meg a tavaszi bőrzét Hévízen. A bőrze keretében a résztvevő üzletek jelentős kedvezményekkel készültek a vásárlóknak. Emellett pedig a vevők egy nyereményjátékban is részt vettek vásárlásuk által. A város újranyitásának jegyében szervezett hévízi tavaszi bőrze kicsalogatta a járókelőket a város utcáira. Az eseményen számos, különböző szakterületű üzlet vett részt, akik esetenként jelentős akciókkal, kedvezményekkel várták a vásárlókat. A rendezvény ötlete a Hévízi Vállalkozók Egyesületétől származik. Az egyesületünknek az elnöke, Morva Janikó, ő volt az ötletgazda ebben. Ő már korábban is bőrzézett más helyeken, ahol ő kereskedelmmel foglalkozott, és innen jött az ötlet, hogy miért ne csinálhatnánk meg ezt Hévízen is, az egyesületnek a keretein belül, és úgy indult el az egész szervezés. A tavaszi bőrzéhez az üzlettulajdonosok önkéntes alapon csatlakozhattak. Részvételüket a boltjuk elé helyezett zöld lufikkal jelezték. A zöld szín nem véletlen, ez utalt ugyanis Hévíz természetközeliségére. A megmozduláshoz összesen 50 üzlet csatlakozott.
A hévízi bőrze egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen megpróbálja mozgatni az embereket a városba, ide csalni azokat, akik amúgy nem biztos, hogy jönnének, vagy jönnének, de bizonytalanok még így a pandémia után. És nagyon jónak ítélem meg ezt a dolgot, hogy sok-sok vállalkozótársam csatlakozott ehhez, mert minél többen vagyunk, annál többet tudunk itt nyújtani nekik. A járókelők körében népszerű volt a rendezvény. A napsütésben sokan egy-egy fagylalt kíséretében szemlélték az üzletek kirakatait. A boltok nyitása a szemlátomást nem csak a tulajdonosoknak, de a vendégeknek és a bolti dolgozóknak is örömére szolgált. Örömmel látjuk, hogy végre kinyitottunk a bezártság után. Szerintem ez mindenkinek iszonyatos nagy öröm. Nekünk is, mint a butikba dolgozóknak, meg egyébként a járókelőknek, a vendégeknek, a turázóknak, mindenkinek, és szerintem mindenki iszonyatosan várta. A bőrszére látogatók között akadtak olyanok is, akik már előre megtervezték vásárlásukat. Vasárnap bejöttünk megnézni a szép virágokat, mert azt hittük már nyári virágok ki vannak ültetve, és olyat szoktam oda ültetni, amit ide ültetnek. Tehát még gyönyörű a virág, és ezért nem szedték ki, lehet egy hónap múlva is még ilyen gyönyörű lesz. És akkor láttunk egy pulcsit a férjemnek, és most gondoltuk, gyöngyvirágban megebédelünk, az már megtörtént, és most veszünk egy inget a férjemnek. A bőrzén a vásárlók már 1000 forint elköltését követően bekerültek a nyereményjátékba, ahol összesen 800 000 forint értékű nyereményeket sorsoltak ki. Az értékes nyeremények hévízi üzletek felajánlásából érkeztek, többek között vacsorát, ruházati utalványt és pihenést is nyerhettek a vásárlók. A nemesbüki korosajt műhely tulajdonosa nem csupán a tehenekre, de a környezetre is kiemelt figyelmet fordít. Legutóbb fák és sajtok napja elnevezéssel közösségi programra invitálta az érdeklődőket. A hétvége során a vendégek bepillantást nyerhettek a farm életébe, és a sajtkészítésbe is, amellett, hogy közel 50 fával gazdagították a környezetet. A Hévízhez közeli Nemesbükön a korosajt műhely tulajdonosa hétvégén rendezte meg első alkalommal a fák és sajtok napját. A rendezvényen amellett, hogy a résztvevők a környezetet gazdagítva alkottak maradandót, a sajtkészítés fortéjaiba is bepillantást nyertek. A program sikeres volt, a vendégek jó hangulatban töltötték el a napot. Hogy érzi itt magát ma? Én jól, köszönöm szépen. Nem először vagyok már itt, de sajtot most csináltam először. A sajtkészítés során a szervező gondosan ügyelt a higiéniai szabályok betartására is. Az egészen kicsiktől a felnőttekig mindenki örömmel készítette el Jersey tehén tejből saját natur, zöldfűszeres vagy éppen csilis sajtját. Emellett a sajtműhelynél is állatokkal voltak körülvéve a résztvevők, így igazán természetközeli élményben részesültek. Elég mély. A rendezvény lényegi eleme azonban ezúttal nem a sajt volt, hanem a fák ültetése. Tavaly jött a gondolat, hogy valami a sajtmű, illetve a sajtfesztiválon kívül valami maradandót alkossak. És jött az ötlet, hogy adja önmagát ez a táj, egy kicsit olyan toszkánás jellegű, hogy mi lenne, hogyha a Nemesbük táblától egészen a farmig ültetnénk egy ciprus fasort, ami a későbbiekben akár a gyermekeimnek vagy az unokáimnak is elmondják, hogy itt a nagyapám ültette, vagy a nagyapám ötletéből lett ültetve ez a fasor. A tulajdonos ötlete a vendégek körében is igazán népszerűnek bizonyult. Öröm volt fát ültetni, és mindenkinek javaslom, hogy ültessen fát, mert nagyon nagy szükség van rá így a természet védelmébe. Habár ezúttal nem a sajtműhely élete volt a középpontban, a gyerekek egyenlő mértékben voltak izgatottak az összes programmal kapcsolatban. Miért jöttetek ma el ide? Hogy sajtot készítsünk, fát ültessünk, és meg bocikat nézzünk. Valójában a gyerekek mellett a felnőttek is izgatottan töltötték napjukat faültetéssel és ízletes sajtok kóstolásával Nemesbükön. A korosajt műhely a jövőben is számos családi programmal igyekszik közel hozni tevékenységét a látogatókhoz. A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel közel 2 hónap bezártság után újra nyithattak a református egyházak. Így a hévízi gyülekezetnél május 1. vasárnapján anyák napi istentisztelettel köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, most már személyes formában.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól. Május 2-án közel 2 hónap bezártság után újra nyithattak a református egyházak. A javuló járványhelyzetnek és a növekvő átoltottságnak köszönhetően újra személyes formában tarthatnak istentiszteletet a gyülekezetek. Hévízen is várták már ezt a pillanatot, a nyitás mellett az édesanyákat is ünnepelték. Mindannyian nagyon vártuk, én magam is, és a gyülekezet tagja, hogy újra együtt lehessünk, szeretett közösségben az Istennel együtt, itt a templomba, és itt hallgathattuk együtt az Isten igéjét, üzenetét. És hát ugye pont amikor úgy döntött az elnökségi tanács, hogy május 2-án nyithatnak meg a templomunk, ez egy gyönyörű ünnep is, amellett az édesanyáknak a vasárnapja, és ez a mi egyházunkban is egy nagyon-nagyon fontos és kiemelt ünnep. Mosolygó arcod elé állok, karod ölelésére várok. A gyülekezet növendékei köszöntötték vasárnap az édesanyákat, nagymamákat. A közös felkészülés ugyanidén elmaradt, de a hittanosok nevében verssel, az ifjúság nevében pedig egy énekkel köszönték meg az édesanyák fáradozásait. Azt hiszem, hogy ezt nem nagyon lehet szavakkal kifejezni. Köszönök egy gyönyörű gyerekkort, köszönök rengeteg szeretetet, ami végtelen és feltétel nélküli. Köszönöm a sok időt, amit rám szánt, és köszönöm azt az iránymutatást, amit kaptam az életemre nézve. Az anyák napja a hévízi gyülekezet számára is rendkívül fontos ünnep, hiszen a Bibliában is több nagyon fontos ige található a szülők tiszteletéről, megbecsüléséről. A hittanos növendékek egy szál virággal és képeslappal köszönték meg az édesanyák, nagymamák áldozatos munkáját, szeretetét. A tavasz a megújulás időszaka, nincs ez másként a sminkeknél sem. Az időjárás melegedésével általában nagyobb kedvel állunk neki arcunk szépítésének. 2021-ben az üde frissesség a fő irányvonal, a színek és a technikák tekintetében pedig a természetesség dominál. Legelső lépésben a modellemnek letisztítom az arcát micellás vízzel. A téli gyors make-up időszaka lejárt, felváltotta a tavaszi megújulás. Ebben az időszakban nagyobb kedvel állunk neki arcunk szépítésének. Az idei sminktrend nem csak színeiben, hanem technikáiban is a természetes szépséget emeli ki. A sminkek tekintetében pedig a fő irányvonal az üde frissesség. A több réteg festék, a kontúrok, a highlighterek most háttérbe szorulnak, az már a múlté. Most a természetes szépség kerül előtérbe. Ugye a fátyolosan, vékonyan feltett rétegek a bőrön sokkal üdébben hatnak, egy természetes fényt és teltséget kölcsönöznek az arcnak. Természetesen a szép sminket megelőzi a megfelelő bőrápolás. A sminkelés előtti bőrápolási rutin kialakítása kiemelt jelentőségű. A megfelelő arctisztítással, a különféle arcradírok, hidratáló krémek használatával még szebbé tudjuk varázsolni megjelenésünket. Tavasztal a friss üdeszínek a jellemzőek, mint például a zöld, a türkisz, a barackos árnyalatok, melyek a szemem megjelenhetnek kontúrozott formában, illetve füstös technikával is elkészíthetők. Tavaszi sminktrendben idén most nem a tusvonal fog előre helyeződni, hanem inkább a színes ceruzák, és hogyha tusvonalat is rakunk, akkor inkább a satíros tusvonal. A hangsúlyos szempillák továbbra is divatosak, a száj kiemelésére pedig tökéletes választás lehet az élénk árnyalat. Az idén előtérbe kerülnek a matt pasztel színek, de az enyhén csillogó hatást keltő rúzsok is trendik. A tusvonalak tekintetében az élénkebb árnyalatok dominálnak. BB krémek, CC krémek kerülnek előtérbe, tehát ettől egy ilyen kis finom bőrképet kapunk, és a szeplőket is ez láthatni engedi, mert ugyanis idén divatos a szeplő, úgy mondott, úgyhogy ez azoknak a hölgyeknek szerintem most jó hír, akik eddig ezt szerették volna palástolni, mert zavarta őket. A legfontosabb megtalálni a bőrtípusunknak megfelelő készítményeket. A zsírosodásra hajlamos bőrűek például mindenképpen mattosító hatású alapozót használjanak. A színek tekintetében sem vagyunk egyformák, ezért fontos megtalálnunk a számunkra legmegfelelőbb árnyalatokat.
Egy fél időn át kitűnő teljesítményt nyújtott a pontvadászat egyik esélyese ellen a Hévíz a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 26. játéknapján. Az Andráshida elleni összecsapáson még vezettek is a zöldfehérek, aztán a második játék részben már érvényesült a papírforma. A bajnokságra is esélyes Andráshida csapatát fogadta a Hévíz a hétvégén. A két csapat közötti 10 helyezésnyi különbség nem látszott meg az első félidőben, sőt, a Hévíz góllal nyitott. A 7. percben Bontó szerzett vezetést a házigazdáknak. Ezt követően is csak a zöldfehérek előtt nyílt komolyabb gólszerzési lehetőség a félidő első felében. Változatos, lüktető játék alakult ki, amelyben méltó partnere volt az Andráshidaiaknak Damina László együttese. A vendégek viszont szinte a semmiből szereztek két gólt, Szabó révén a 24., illetve a 31. percben. Az egyik találatot 11-esből, így előnnyel vonulhattak pihenőre. A második játék részben magára talált az Andráshida, a Hévíz pedig sokat hibázott. Az egyre határozottabb fölényben játszó vendégek részéről szép egyéni megmozdulások után előbb Mavolo duplázott az 56., illetve a 61. percben, majd a 78. percben Horváth 40 méteres szóló után lőtt gólt. A vendégek 5-1-nél sem álltak meg, a hajrában Szekeres, majd az utolsó percben Doszpot találataival állították be a 7-1-es végeredményt. A hazai csapatot az első félidei teljesítményéért dicséret illeti, az Andráshida azonban a látottak alapján megérdemelten szerezte meg a 3 pontot. A pandémiának csak akkor lesz vége, hogyha az egész ország beoltatja magát, mert addig nem lehet kinyitni a színházakat. Ezt meg tudjuk valósítani. Számomra nem volt kérdés, hogy beoltatom magam, ugyanis más megoldás jelen pillanatban nincs. Én rengeteg zenésztársat és színésztársat veszítettem el az elmúlt évben. Én nem akarom még egyszer ezt megélni. Nagyon jó kapcsolatot ápoltam a szüleimmel, de azt gondolom, hogy ha ezzel valamit vissza tudok adni abból a szeretetből, amit kaptam tőlük, akkor igenis beoltatom magam az ő védelmükért, és nem utolsó sorban a saját magam védelme érdekében. Rajtunk is múlik, meddig tart még a járvány. Az oltás életet ment. A járványhelyzet az idei év programjainak nagy részét is átírta, legalábbis egyelőre, így a városi anyáknapi ünnepség is elmaradt. Pap Gábor polgármester videóüzenet formájában köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat, valamint az általános iskola növendékei verssel, énekkel készültek nekik. Tekintsék meg most ezt felvételről! Drága édesanyák, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket május első vasárnapján. Engedjék meg, hogy egy marosvásárhelyi születésű, de 1998 óta Magyarországon élő író, Dragomán György művéből idézzek először. Áldja meg a Jóisten az édesanyákat, de pláne főleg azokat, akik amikor hírét veszik, hogy sárga barackra, igazi, érett, zamatos sárga barackra lehet szert tenni, azonnal elhatározzák, hogy ők sárga barackos gombóccal lepik meg munkában megfáradt gyermeküket. Az ilyen anyák már a barack magozás közben is végig azon gondolkoznak, hogy mekkora örömet is fognak ők szerezni, eszükbe jut a nap, amikor a fiacskájuk először kóstolt barackot, de rég is volt, mint a tegnap lett volna. Az ilyen anyák a krumplit is óvatos szeretettel főzik, aztán gondosan törik össze, finoman szórják hozzá a lisztet, a tésztának lágynak kell maradnia, gondolják, ravaszul egy kis vajat is kevernek bele, vigyázó szeretettel. Az a legfontosabb, a vigyázó szeretet, az soha
el nem múlik, azt érzik az ilyen anyák mindig és örökké. Drága édesanyák, bizony az önök vigyázó, óvó, féltő szeretete, amivel gyermekeik életét egyengetik, ha kell vigyázó kezekkel, ha kell csak távolról ölelőn kísérik, ez az, ami önöket igazán anyává teszi. Az önök szeretete soha el nem múlik. Ott van ez a szeretet minden kivasalt ruhában, minden unokázós játékban, minden imádságban, minden gondosan megfőzött ebédben, a becsomagolt és hazaküldött süteményekben, a rövid, csak annyit mond, jól vagytok-e üzenetekben. Szeretetük átlát a hegyeken, 7 mérföldes csizmával lépked a szeretetük, és egy léghajót elkormányoznának a szeretet erejével, ha rajta utazik a gyermekük, írja Örkény István az édesanyákról. Ezt a szeretetet, féltő gondoskodást adják át nekünk, gyermekeiknek, hogy aztán mi is továbbadhassuk azt a mi gyermekeinknek. És ezt a féltő gondoskodást, ezt a szeretetet próbáljuk mi, gyermekek sokszor esetlenül, s után visszaadni önöknek. Van, hogy csak távolról tudunk ölelni, van, hogy csak gyorsan, rohanva, mert az idő a munka szorít, siettet. Van, hogy alkalmunk nyílik hosszabb együttlétre, jóízű beszélgetésre, fényképnézegetős, visszaemlékezős délutánokra. De higgyék el, ott vannak minden mondatunkban, mosolyunkban, szavunkban. Ott őrizzük önöket, s visszük, adjuk tovább családtagjainknak. Drága édesanyák, Isten tartsa meg önökben e hatalmas, soha el nem múló szeretetet, gondoskodást, hogy ezáltal is bennünk is tovább élhessen, és mi is adhassuk, örökíthessük ezt tovább. Isten áldja meg önöket, az édesanyákat. Fazekas Anna, édesanyám szeme. Olyan a te szemed, mint a nap az égen. Örködve kíséri minden kis lépésem. Ragyogó sugarat szór minden utamra. Örködő szemedet felhő ne takarja. Jóságos két szemed őrizőm, oltalmam. Mint a fényes csillag, mindig úgy csünk rajtam. Jóságos két szemed, könnyet ne hullasson, mint a fényes csillag, mindig mosolyogjon. Az mesélik róla, ravasz mind a róla.
Mécs László, a királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot, messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de ő úgy tette rám a kólyarongyot, mintha babúsgatná a napkoromot. Ő adta nékem édességet eljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedvet eljék. Isten tudja honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra felített, fejem fölé égszín palástot kerített. Ma is így úgy foltozza ingemet ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekelnek, mert az édesanyám izente követnek. Szívemet előttem előre követnek. Amíg ő van, vígan élném világom, nem hiányzik nekem semmi a világom. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja egymást látni a sok ember, a sok királyfi úgy, hogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltam, senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavasszal úgy legtisztább volna. Kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem úgy is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom. Harmadik bánatom.
A tavasz beköszöntével az év igazi, népszokásokkal teli időszaka már elmúlt. Május havában az emberek inkább a nyári hónapok arató ünnepeit várták. Ez azonban nem jelenti azt, hogy májusban egyáltalán nem volt mit ünnepelni. Lássuk, melyek ezek a néphagyományok. Az időjárás felmelegedésével a népszokások száma csökken. Miközben télen szokás szokást követ, májusban viszonylag kevés jeles napot jegyzünk. Hagyományosan a meleg időjárásnak köszönhetően az emberek ilyenkor már inkább a kinti munkákkal voltak elfoglalva. Ennek ellenére májusban is akar azért ünnepelni való. Hagyományosan május 1-e az már a tavasznak a várása, a tavasznak a köszöntése. Különösen Európa északi részén a május 1 az egy igazi nagy természetbe való kivonulás, ünnep, tavaszünnep, a majálisozás, ugye? Ez igazából egy kicsit megjelenik a magyar hagyományban is, de talán nem annyira karakteresen, mint az észak-európai országokban. Viszont a munkás mozgalmak révén itt is egyre inkább a 20. század folyamán elterjedt, és ugye nagy felvonulások voltak. Ahogyan ugye a rendszerváltozás megtörtént, hát ezekből a nagy politikai jellegű felvonulásokból sok helyen simán kirakodó vásár lett, vagy olyan összejövetel, szabadtéri összejövetel, ahol lehet borozni, sörözni, virslit enni. Ez megmaradt még a régi időkből. És ugye itt a környéken például a badacsonyi szüre, vagy a badacsonyi majál is egy olyan, ami majdnem hasonló a badacsonyi szürethez, ami ugye jóval később van, de ide is nagyon sokan mennek, és nagyon nagy a vonzás körzete, de a legtöbb kisebb városban, nagyobb városban tartanak majális nagy kirakodó vásárban. Május 1-éhez azonban nem csupán a majális tartozik, hanem egy olyan népszokás is, amellyel a legények kedveskedtek a falulányainak. A hagyományos keretek között élő ember ugye mit csinált május 1-ére virradó éjszaka? Elment az erdőbe, itt a környékünkön gyakran elmentek lopni az erdőbe fát. Hát májusfát állítottak. Nyugat-Magyarországon, Balaton térségébe a nagy, hosszú, lekérgelt, lombos tetejű fenyőfa a májusfa, ami ugye egész messziről látszik, és hogyha bemegyünk egy faluba, szinte már lehet látni, legalábbis régen is így volt, és most ez kezd visszajönni, hogy lehet látni, hogy melyik háznál van a májusfa. De ha például elmegyünk egy kicsit tőlünk keletre, akkor már ilyen kis picike kis ágacskák
Ugye például az én apukámmal egyszer utaztunk így az országba, és én táskai vagyok nagybereki, és nálunk a májusfa az ilyen nagy, hatalmas fenyőfa volt, és hát mentünk, és a házak elé ki volt rakva ilyen kis göcsörtös, picike májusfa, és az apukám mondta erre, hogy hát ez májusbot, ez nem májusfa, és jól kinevette őket. Ez teljesen eltérő hagyományra megy vissza a kettő. És hogyha megnézzük, hogy milyenek ezek a májusfák, milyen célból állítják. Hát kétféle célja lehet a májusfa állításának. Az első az az, hogy a lányos házak kapják, ugye, vagy udvarlási szándékkal a legények, legénybandák odaállítják éjszaka a lányos ház elé, vagy pedig, ha nem is udvarlási szándékkal, hanem hogy egyszerűen jelzik, hogy az a lány most már eladó sorba került, és tulajdonképpen egy megtiszteltetés, hogy akkor az ifjú hölgy kap egy ilyen májusfát, amit aztán majd kitáncolnak. A másik típusú májusfa állítás, az pedig a közösségű épületek elé. Régi fotókon lehet látni, hogy kocsma, vagy valakinek a szőlőhegyén, vagy a városháza falu, tehát az ilyen hivatalok előtt odaállítottak májusfát, ez is mindig közösségi májusfa állítás volt. Már a májusfa állítás is az úgy történt, hogy hát valljuk be, a fiatal emberek azok jó a pohárnak a fenekére néztek, és hát józanul nem nagyon maradtak. Na most ugyanez volt a májusfa kitáncoltatásakor is, amikor táncoltak, ettek, ittak, jól érezték magukat, hogyha egy lányos háznál döntöttek úgy, hogy a májusfát kitáncoltatják, akkor az illető hölgynek a szülei állták a költségeket, de hogyha mondjuk a kocsma előtt, vagy a közösségi téren készült ez a májusfa, akkor pedig a közösség dobta rá össze általában a rávalót. És ez egy nagyon vidám ünnepség volt, és valljuk be, hogy a mai napig is, tehát ez nem tűnt el, ahogyan május 1-e után az ember utazik itt Zalában, vagy Somogyban, akkor látszanak a májusfák, hogy a lányok még a mai napig is néha kapnak megtiszteltetésből egy ilyen szép kis fát. A régebbi néprajzi feljegyzések szerint a májusfát elsősorban pünköstkor szokták kitáncolni, később ez azonban már júniusra módosult. Arra vonatkozó adatokat is feljegyeztek, hogy május 1-én és pünköstkor is gyümölcsfaágakat vittek be az emberek a templomba. Ez azért érdekes, mivel eszerint a májusfa 1-én és pünköstkor is előfordult a néphagyományban. Van még néhány jeles napunk, ilyen például május 4-e, Flórián napja, ami igazából a tűzoltóknak fontos ünnep, ugye a tűzoltóknak a védőszentje és a tűz ellen védett településeket nagyon sok településen, vagy bent a templomban, vagy a településen van Szent Flórián szobor, ez a tűzoltóknak volt nagyon fontos, hát mai napig is ilyenkor ünnepségeket szoktak tartani. Aztán az idén úgy tűnt, hogy szerencsénk van, mert Szent György nap előtt, Szent György nap hetébe a Szent György harmat az ugye áztatta Magyarországot, és kaptunk jó sok esőt. Én láttam gyíkot és kígyót Szent György előtt, ez is jót jelent, jó termést, szerencsét, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a fagyos szentekkor. Hát Pongrác, Szervác, Bonifác egymás után van a névnapjuk, 12, 13, 14 májusban, és az ő legendájukból nem nagyon adódik az, hogy ők most itt bármilyen kapcsolatban lennének az időjárással, de ez egy népi megfigyelés, hogy ilyenkor május közepén szoktak jönni a fagyok, és hát rendesen tönkreteszik a termést. Gyümölcsösökbe, szőlőültetvényeken szoktak ilyenkor füstölni, ugye tüzet gyújtani és füstölni, hogy a fagy ne tegyen akkora kárt. Inkább az Alföldön mondják úgy, hogy ugye a pongrác az kánikulában, subában megfagyott, a szervác az a Tiszába víz nélkül megfulladt, a bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok, és ezért ők mérgesek, és így állnak bosszút, hogy akkor bosszantják az embereket, és megfagyasztják a termésüket. 25-én van Orbán napja, van, aki még Orbánt is a fagyos szentek közé sorolja, mert hogy az Orbánkor is szokott lenni néha rossz idő, és ilyenkor hát inkább a német lakta településeken volt a Szent Orbánnak egy kis kultusza, ahol volt egy mondjuk a Szőlőhegyen egy szobra, ki szoktak menni hozzá, és hogyha jó idő van, akkor valami szépet mondtak neki, ha pedig rossz időt hozott, akkor megköpködték, szidalmazták, de sok Szőlőhegyen ilyenkor mise volt, vagy körmenet, vagy hogyha Szent Orbán kápolna volt, ott is misét szoktak tartani, azért, hogy a Szent Orbán védje meg a termést a fagytól, meg a rossz időjárástól. A néphagyomány szerint májusban tartották még Nepomuki Szent János napját is.
Nepomuki Szent János a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok és halászok védőszentje, valamint a gyónási titok mártírjaként tartják számon. Az ő kultusza mára nagyrészt feledésbe merült. Zalában azonban sok helyen hidak és patakok mellett fellelhető még a szobra. Az idén májusra esik pünkösd, ugye az, a pünkösdnek az értelme az azt jelenti, hogy 50. Ugye húsvét után 50 nappal történik, ezért ez is egy mozgó ünnep, lehet májusban is, és lehet júniusban is. És hát pünköstkor régen azért mindenféle játékok voltak, mulatságok voltak. A pünkösdi bálok azok egyébként most is jönnek vissza, néhány településen megtartják. Ugye mi tartozik a pünkösdhoz? Hát mi van ma? Piros pünkös napja, holnap lesz a második napja. És ezt így szokták mondogatni, gyerekek szoktak házról házra járni, vitték a kis pünkösdi királynőjüket. A pünkösdhöz két fontos népszokás tartozik, a pünkösdi királyné járás és a pünkösdi király választás. A pünkösdi királyné járás az, amikor 4 vagy 5 kislány egy még kisebbet közrefogott és vitték házról házra. Ugye a pünkösdi éneket énekelték, közben körbejárták, fölötte egy baldahint tartottak, vagy zsebkendőből, vagy valami fehér vászonból, ami gyakran piros minták voltak, és bizonyos részeknél ugrottak, vagy felemelték a kislányt, azért, hogy magasra nőjön a kender, illetve, hogyha valahol nem szívesen látták őket, akkor legugoltatták a kislányt, hogy ne nőjön magasra a kender. 4 személy járt eredetileg, de a 20. század elején már 5-en mentek, plusz a kis pünkösdi királyné, és az 5. volt az, aki az adományokat a kis kosarába szedte. Nyugat-Dunántúlon a pünkösdi királyválasztás a 20. századra elkopott. Erről a hagyományról nagyrészt 17. és 18. századi feljegyzések számolnak be. A falu népe tréfás ügyességi játékokkal választotta ki a pünkösdi királyt. Uralma azonban nem volt hosszú életű, hiszen csak 1 évig tartott. A nyertes ebben az időszakban megkülönböztetésben részesült, például a helyi kocsmában, illetve ő vezethette a falubeli fiúkat királysága alatt. Még ehhez az ünnepkörhöz tartozik az úrnapja, ami idén már átcsúszik júniusra, az 2. héten van pünkösd után, és csütörtöki napra esik, de most már ezt vasárnap tartják, aminek nagyon jellegzetes körmenete alakult ki, sátrakat építenek. Ugye régen szinte megtiszteltetés vagy presztízs kérdés volt, hogy melyik háznál építenek egy úrnapi sátrat. Aztán ez már a 20. század vége fele, ez már sokszor csak egy asztal volt, egy vázával, egy kis szentképpel, de megmaradt azért a mai napig is, és mostanában ezt elkezdték feléleszteni. És ugye az úrnapi sátorban mindenféle lombos növények voltak, faágak, nyírfaágak, virágok. Na most az körmenetkor, aki tehette, az ezekből a sátrakból vitt magával ezekből a kis növénykékkel, akár virágot, akár levelet, és megőrizte, mert hogy ez is utána szentelménynek számított, különféle betegségekre volt jó, például megfüstölték a betegembert vele, vagy pedig villám meg jégeső ellen védték ezek a akkor már megszáradt növények a házat. Az úrnapja katolikus főünnep az eukarisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Magyarországon a húsvéti időt lezáró pünkösd vasárnap után 2 héttel tartják. Ezt követően az emberek már a nyári arató ünnepekre készülődtek. Talentum Pódió rovatunkban ma Varga Achilles mondja el nekünk Iván Magdától a Kicsi vagy Nagy című verset. Petikém, húzd gyorsan a cipődet, hiszen nagy fiú vagy már, mondta reggel anyu. Petikém, ne szürtjön, mint a malac, hiszen nagy fiú vagy már, mondta délben anyu. Petikém, elég legyen a tévézésből, hiszen te még kisfiú vagy, mondta este anyu.
Anyu, miért van az, hogy reggel és délben nagy vagyok, estére kicsi leszek? Kérdeztem anyut. Összemegyek, mint a tej, elfogyok, mint a vajas kifli, töpörtyűvé töpörödök, mint a zsírszalonna darabok. Akkor én most kicsi vagyok, vagy nagy? Hol kicsi vagy, hol meg nagy vagy? Van, amihez még kicsi vagy, van, amihez már elég nagy vagy. Válaszolt anyu. Szóval ezt mondtad, de meg nem nyugtatott. Máig se tudtam eldönteni, hogy kicsi vagyok, vagy nagy vagyok. Buklány rovatunkban ismét Szabados Rudolf könyvtáros ajánl nekünk olvasnivalót. Szeretettel köszöntök mindenkit! Itt a Gróf Festetés György Művelődési Központ Városi Könyvtárában vagyunk, és heti könyvajánlónk következik. Ezúttal is a nagyolvasási kihívás szempontjaiból válogattam. Amivel kezdenénk, az a második pont, ami egy könyv, amit 2021-ben adtak ki. Itt akkor egy újdonságunkat mutatnám be, egy új beszerzésünket, ez pedig Kate Elizabeth Russell Szép, sötét, van ez szám című kötete. Ez egy elég komoly témát dolgoz fel, egy megható lélektani regényről van szó. A főszereplője egy 15 éves leányzó, aki viszonyba bonyolódik egy nála 27 évvel idősebb irodalom tanárával. És eltelik 17 év, és ekkor kerülnek ugye napvilágra az úgynevezett szexuális zaklatások, számos tekintélye visszaélő férfi ellen indul eljárás, és bizony vállatlanul ezen a tanár ellen is egy ilyen feljelentést tesz, úgymond egy volt tanítványa, és ez a úgymond áldozat Vanessához fordul segítségért. És Vanessa, ugye a főszereplő lányzó, kétségek között törlődik, hogy hallgasson, hiszen kamaszénje önként vállalta ezt a kapcsolatot a tanárral, vagy pedig értékelje újra az elmúlt évek eseményeit. Tulajdonképpen a szerző Elizabeth, Kate Elizabeth Russell első könyve ez. Mesterje mutatja be a felnőtté válás bizonytalanságát és a döntések utóhatásait, és alapvető kérdéseket vet fel a kiszolgáltatottságról, a bűntudatról és a felelősségről. Mindenkinek ajánlom, aki egy izgalmas, szív- és torokszorító lélektani könyvet szeretne olvasni. A szerzőről annyit, hogy 1984-ben született az Egyesült Államokban, az Indianai Egyetemen diplomázott, majd a Kansas-i Egyetemen bölcsész doktori fokozatot szerzett, és mint említettem, ez az első kötete, amely egyből a New York Times bestseller listájára került. A következő pont egy könyv, amit álnéven írtak. Hát igen, ez igen sok írót lehetne ide pakolni. Címválasztásom mégis egy második világháborús regények közkedvelt írójára esett, Leo Kesslerre. Ez bizonyára sokan ismerik, ők a második világháborús regényeket szeretik. Az íróról azt kell tudni, hogy Charles Henry Whiting néven 1926-ban látta meg a napvilágot Angliában. Tehát egy brit íróról van szó, aki egyben hadtörténész is. És jellemző rá, hogy egyetemi tanulmányai után nagyon sok helyen dolgozott Európában, egyetemeken is tartott előadásokat, oktatott, és mindegy 350 könyvet jegyez, amelyeket különböző álneveken írt, úgy mint például Duncan Herding, Ian Herding, John Kerrigan, Leo Kessler, ugye
Klaus Konrad vagy Duncan Stirling, tehát igen sok álnéven dolgozott. Jellemző a II. Világháborús regényeire, hogy a katonák szemszögéből mutatja be a történéseket. Ez a Farkas Falka című regénye például a híres, hírhet német II. Világháborús tengeralattjárók világába kalózolja el az érdeklődőt. A megtörtént eseményeken alapul, ugyanis az U-69-es tengeralattjárók kapitánya, név szerint Christian Jungblut, visszaemlékezései alapján írta meg ezt a izgalmas regényét. Olvasók által is elég gyakran keresett könyvről van szó. Tehát mindenkinek ajánlom, aki a II. Világháború iránt érdeklődik, azon belül is esetleg a tengeri hadviselés nagyon érdekli, izgalmas könyv. És utoljára van egy mesekönyv. A Gutenberg kiadó erdélyi népmesék sorozatában jelent meg a Király lánya lángpalotában nevű erdélyi 100 népmese gyűjtemény, amiben összesen 6 mese került: a Rózsalánya, Két hazug, a Csodálatos fa, Király lánya lángpalotában, ami a címadó, Három vidám fivér és a Serte ruhás gyermek. József Hartrich erdélyi 100 népmese gyűjteményéből kerültek ezek a mesék ebbe a gyűjteménybe, és Kürti Andrea rendkívül szép és hangulatos illusztrációi teszik hangulatossá ezt a kötetet. Tehát aki a népmesék megszállottja, meg szeretne valami nagyon különleges mesét olvasni gyermekének, annak különösen ajánlom ez a nagyon szép kiadványt. Ennyi lett volna erre a hétre. A következő hétre is várom majd önöket. Igyekszem ismét a nagy olvasási kihívás pontjaiból összeszedni köteteket. Köszönöm a figyelmüket! Végezetül az Ormos Intézet Tanulószoba című beszélgetés sorozatának következő részében az iskola érettségről adunk információkat a tanulási képességekre koncentrálva. Megvizsgáljuk ezen képességek kialakulásának, valamint a mozgásfejlődésnek a kapcsolatát, a lehetséges elmaradásokat és fejlesztési lehetőségeket is számba véve. Mára ezzel zárjuk adásunkat, találkozunk legközelebb is, viszontlátásra! Tanulószoba. Minden, amit gyermekünk fejlődéséről tudni kell. Iskolai érettség, tanulási képességek. Köszöntöm Önöket! Mikor egy szülő azzal büszkélkedik, hogy az ő kisbabája bizony pár hónaposan már felállt, hát ilyenkor van az, hogy a szakember a szívéhez kap, ugyanis a mozgásfejlődés, a mozgásfejlesztés különféle szakaszai nem átugorhatóak. Legkésőbb az iskola érettség időszakában sajnos a kimaradt mozgások azok megjelennek más problémák szintjén. Posta Júliát kérdezem, az Ormos Intézet képességfejlesztő központjának szakmai tanácsadóját. Miért fontos az, hogy minden egyes mozgásfejlődési szakasz pontosan megtörténjen? Minden gyermek életében a felnőtt korhoz szükséges az, hogy a mozgás fejlődések az adott szakaszai abban az időben és abban a mértékben történjenek meg, ahogyan az a nagykönyvben le van írva, ahogy átlagosan minden gyermeknél történik. Ez azért fontos, mert a mozgás által érlelődnek be azok az idegrendszeri pályák, amik a későbbiekben, most nevezzük tanulási képességeket alakítják, vagy összességüket adják meg. Bármelyik mozgásfejlettségi szint kimarad, az későbbiekben a finom motorikában, a térlátásban, a gondolkodás minőségében okoz problémát. Ugye az már azt mondjuk, hogy talán picit késő is, hogyha az iskola érettség időpontjában határozzák meg ezeket a problémákat, vagy merülnek föl ezek a problémák. 1-7 éves korig fejleszthető leginkább egy kisgyermek. Mi olyankor a teendő, hogyha 6 évesen derül ki az, hogy lehet, hogy egy egykori mozgás kimaradás miatt most probléma van?
A szülők minden esetben kapnak az óvodától valamilyen visszajelzést erre tekintettel, hiszen az óvoda nagy csoportjában már kiderül ez az érettségi szint. Szakemberhez fordulva megkapják azokat a lehetőségeket, ahova a gyermeket el tudják vinni fejlesztésre, és hogyha ezt még időben elkezdik, tehát az 5 vagy 6 éves korban, akkor bizonyos képességterületeket tökéletesen fejleszteni lehet arra a szintre, hogy a gyermek mire egy év múlva iskolába megy, tehát kaphat még egy év haladékot, akkor behozza a kortársainak a képesség szintjét. Mondhatjuk azt, hogy 5-6 éves kor körül nagyjából mindenkinek szüksége lenne egy kisebb fajta fejlesztésre, legalább arra, amit otthon a szülő meg tud adni? Általában azt mondják, hogy azok a terápiák, amiket a valamilyen eltéréssel rendelkező gyerekeknek írnak elő, nem ártanak az egészséges gyerekeknek sem. Inkább azt mondanám, hogy figyeljünk arra, hogy minden lehetősége meglegyen a gyermeknek arra, hogy a képességeit kipróbálja, és legyen szemünk rá, vegyük észre, hogy mik azok a képességek, amikre szüksége lesz, és hogyha valamilyen eltérést tapasztalunk bármelyik életkorban, akkor vigyük a gyereket fejlesztésre, kérdezzük meg a szakembert. És ez nem azt jelenti, hogy minden gyermeknek folyamatosan mindenféle képességfejlesztésre járnia kell, hanem akár csak egy-egy részterület fejlesztését, néhány esetben a szülő otthon is elvégezheti. Két problémás pontot érzek itt. Az egyik az, hogyha valamilyen fejlődési lemaradás van, akkor azt mondom, hogy hú, az én gyerekemmel probléma van. Ez az egyik, egy pánikot okozhat, vagy esetleg egy elutasítás pont emiatt, hogy nem, hát az én gyerekem tökéletes. A másik pedig az, hogyha akár egy kisebb eltérés is van, és én szakemberhez fordulok, lehet, hogy a szakember, az orvos, vagy bárki azt mondja, hogy ugyan már majd kinövi. Hogyan lehet mégis megtalálni ebbe a helyes arányt, hogy mikortól kell intenzívebben foglalkozni a gyerekkel? Értem, ez az ugyan már majd kinövi gondolkodás, ez sajnos a korábbi életszakaszokban is előfordul. Én azt javaslom minden szülőnek, hogyha ő saját érzése szerint a gyermeke fejlődésében problémát észlel, ne hagyja magát lerázni, addig menjen, amíg biztosra nem megy, hogy az ő gyermekével nincsenek problémák, illetve ha van, akkor ezeket oldja meg. A másik, hogy a képességfejlesztéseket el lehet fogadni, el kell fogadni, és keresni kell. Minden gyereknek meg kell találni azt a területet, amire szüksége van. Olyan is van, hogy nem kell semmiféle problémára gombot varni, viszont ugyanakkor ugyanúgy fontos, ahogy eddig is mondtam, hogy a szülő lehetőleg minél nagyobb terepet adjon a gyereknek arra, hogy kipróbálja saját magát. És ugye nagyon fontos elfogadni a szakember által javasolt terápiát is, hiszen lehet, hogy egy mozgással segíti majd a gyereknek az értelmi fejlődését. Így van. A szakember azt is meg szokta tudni mondani, hogy egyfajta típusú terápiára van szüksége a gyermeknek, vagy akár többfélére, mert olyan is létezik, hogy akár minden másnap másfajta típusú terápián vesz részt a gyermek, és így adódik össze a komplex fejlesztése. Ezt mindig a szakemberre kell bízni. Igen, és hogyha elmegy a gyerek egy fejlesztésre, és ott labdázgatnak, akkor ne gondoljuk azt, hogy ez haszontalan, mert hogy azon keresztül olyan ingeráramok, gondolom, indulnak meg az agyban, amik segítik az ő fejlődését. Így van, nagyon sok szülőben felmerült, például a legutóbbi időben az is, hogy miért kell a gyereknek labdát pattogtatni, és elmagyaráztuk neki, hogy ez bizony az idegrendszeri fejlettségnek egy bizonyos szintje, ami az íráshoz kell. A labdapattogtatás az íráshoz kell? Igen, a labdapattogtatás az többek között magában foglalja az írás nyomatékának, a kialakulásának a képességét. Tud még ilyen példákat mondani, hogy milyen mozgás segíti aztán később az iskola érettséget? Igen, például a térirányok megtartása, hogyha otthon a gyermeket utasítjuk, hogy forduljon balra a saroknál, és nem tudja, hogy melyik az az irány, akkor az nagyon komoly problémát okoz később az írásban, ugyanis az írásban balról-jobbra haladunk a betűk írásában, és hogyha ő ezt az irányt nem találja el, akár a számolásnál, akár az írásnál, problémái lesznek. Tehát ilyen egyszerű helyzetekből kell kiindulni szülőként. És nem kell büszkének lenni, hogy nem, az én gyerekemmel nincsen semmi gond, hanem igenis utána járni akár a legkisebb problémáknak is. Így van, pontosan. Szakemberhez kell fordulni minden esetben. Szerintem egyetlen szülő sem lehet teljesen nyugodt, addig, amíg biztosra nem ment, utána már lehet nyugodt. Közben nagyon fontos az, hogy azért a mentális egészségünket is őrizzük meg, és ne aggódjunk folyamatosan, és nyomasszuk a gyereket, gondolom. Így van, a szülőknek mindenképpen figyelmébe ajánlom, hogy ezeket a tevékenységeket fűzzék úgy, hogy a gyerekkel együtt szabadidő eltöltéssel legyen ez a történet megsózva, megborsozva, és akkor sokkal könnyebben vészelik át ezeket a kicsit nehezebb időszakokat, viszont ők is tudnak pihenni. Tehát a közös játék akkor ebben is segíthet. Így van. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Vakcina info. Fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Már több mint 4 millióan kapták meg az oltást Magyarországon. További vakcina szállítmányok érkeztek, most már bárki megkaphatja az oltást. Újdonság, hogy az interneten lehet oltási időpontot foglalni. Az, hogy egyre jobban halad az oltási program, lehetővé teszi az élet újraindítását. A védettek számára megnyílnak a vendéglátóhelyek, a múzeumok, a színházak, a mozik és az edzőtermek is. Fokozatosan visszatérhetünk a megszokott életünkhöz. Sokan vártuk már ezt. Ha még nem tette, kérem regisztráljon ön is. Az oltás életet ment. Együtt újra sikerülni fog.